Nyíregyházán is megemlékeztek augusztus 20-án az államalapítás Szent István király és az új kenyér ünnepéről. Amikor felidézzük a magyar állam alapításának korát, és István király szellemiségét méltatjuk, akkor nem csak dicső elődünkről, de a magyar nemzet sorsáról, küldetéséről, történelmi szerepéről is megemlékezünk. És ha ezt tesszük, akkor a józan előrelátásról, a szilárd alapokról, rettentő sok munkáról, számos ellentétről, és dicső összefogásokról is emlékeznünk kell. Arról a hitről és elkötelezettségről, amiről nem csak történelmi nagyjai, de az egész nemzet számtalanszor tanúbizonyságot tett már. És mi büszkék vagyunk az országot megtartó elődeinkre. Kedves ünneplő közösség! A nemzet fejlődésének szilárd alapjai a függetlenség, az alkotmányosság, a szuverenitás és szabadság, mint olyan értékek, amelyeket István óta minden nemzedék, és most a 21. században mi magunk is követünk. Nyíregyházi ünnepségen átadták a városi kitüntetéseket. Díszpolgári címet kapott dr. Puskás Nándorné Olá Júlia a népművészet és a népi kultúra fennmaradásáért végzett kiemelkedően magas színvonalú munkájáért. Az Incidi György díjakat idén Siklós Ádám Györgyné pedagógus, Makó Pál népzenész, dr. Sípos Béla orvos, Zsíros Andrásné szociális szakgondozó és Kovács László István pedagógus vehette át. Az ünneplő közönség megtekinthette az Adató ünnep című előadást a 9. Nyírség Nemzetközi Néptánc Fesztiválon résztvevő együttesek közreműködésével. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni. Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, kövess Facebook és Instagram oldalunkat.